A természetes vizeknek, az élővizeknek nagyon fontos a különböző ionok tartalma. Ezeket az ionokat azért szükséges vizsgálnunk, hogy a benne élő élőlényeknek az életfeltételeit is ezzel megvizsgáljuk. Az általunk vizsgált víz egy tóból vett víz. Ennek a víznek a nitrát tartalmát nézzük meg most. Ehhez szükséges eszköz a fotométer, amely az anyagon átáramlott fényelnyelés mértékéhez viszonyítva a végén megadja, hogy mekkora a vizsgált anyagban az adott ionnak a koncentrációja. Kiválasztjuk, hogy a nitrát mennyiséget akarjuk megmérni. Először ehhez a küvettába beleöntöm a vizsgálandó vizet a jelölésig. Első lépésben nullázzuk a fotométert erre a vízre vonatkozóan. Ezek után a vizsgálat úgy folytatódik tovább, hogy a vizsgált vízhez hozzáöntjük a reagenst. Aztán összerázzuk. És akkor behelyezem a fotométerbe. És ezek után eltelik körülbelül 4,5 perc, akkor a műszer kiírja, hogy mekkora ennek a vizsgált víznek a nitrát tartalma. Az általunk vizsgált vízben a nitrát tartalom a mérhető határérték alá esik, ezért mutat a műszer nullát. Valószínű, ez azt jelenti, hogy ebben a vízben kevés a szerves anyag mennyiség.